13,5 millió lejt költ az idei téli, illetve nyári útkarbantartásra a Hargita megyei tanács. Az említett összeg még bővülhet időközben, hisz például a tavalyi, ugyanerre a célra elkülönített pénzből megmaradt rész is ehhez a tételhez fog hamarosan kerülni, magyarázta Ince Csongor a megyei tanács alelnöke. A nyári útkarbantartás heteken belül kezdetét veszi, az Udvarhely térségi megyei utak rendbetételére közel 850 ezer lejt költenek, Keresztúr térségének erre a célra több mint 560 ezer lej jut. Hogy pontosan hol és mikor kezdődnek a nyári munkálatok, illetve mikor milyen szakaszok lesznek soron, ezt a munkálatokkal megbízott vállalkozás határozza majd meg. Idén a nyári karbantartást Udvarhely széken a Viadukt Kft. Végzi, ugyanis a tavalyi esztendőben 3 éves keretszerződést kötöttünng. Ez azt jelenti, hogy a tavalyra, idénre és jövőre is élő szerződésünk van már így velük. A kezdeti időpontot nem lehet egész pontosan meghatározni, ugyanis Udvarhely széken 6 különböző részre van osztva ez a munkálat. Mi igyekszünk április közepétől egészen május első hetéig ezeket a munkálatokat elindítani. A megyebeli utak kövezésére egyelőre 3 millió lejt költhetnek el a 13,5-ből, kátyúzásra kicsivel több mint 1 millió 100 ezer lej jut, az összesen 33 kilométernyi összefüggő aszfalt szőnyeg leterítésére egyelőre 4 millió lejt különítettek el. Azt kell tudni, hogy a megyében összesen egy 33 kilométernyi útszakaszra fér rá, úgymond ez a burkolat csere. Udvarhely széken, ami a legfontosabb, az a Kénosi tetőnél 3,7 kilométeres szakasz, valamint tovább már lent a Solymosokba, Román András falva és Szent Erzsébet közötti rész, a Zetalaki részen pedig a Zetalaki gátnál ott is van egy 3,5 kilométeres kimaradt szakaszunk, valamint több útjainkon vannak pár száz méteres szakaszok. Egyébként a Világbank által nemrégiben készült felmérésben, amelyhez a megyei besorolás útak mennyiségéről és minőségéről a Hargita megyei tanács is szolgáltatott információkat, 166 millió euró összértékre lenne szükség Hargita megyének ahhoz, hogy teljes mértékben felújítsa az utakat. Ehhez képest a 845 kilométernyi megyei útra a 2014-es évben közel 7 millió eurót kapott a megyei kormány a helyi fejlesztési programjából, idénre pedig 4 millió euró szerepel ugyanebben a programban Hargita megye számára. A megyei tanács ennek ellenére minden tőle telhetőt megtesz, folyamatosan dolgoznak és pályáznak, biztosítanak róla a megyei tisztségviselők. Idén befejezik például a 132-es Szentegyházát, a Brassó megyei határral összekötő megyei útszakaszt.